kerültünk a dabasi versenyhez, amely az OFO Beach Boysnak a helyi hazai versenye. Milyen volt az első mérkőzésetek? Hú, hát egy kicsit fáradtan kezdtünk, és a második szedben nagyon sokat hagytunk ki, így szétlövésig jutottunk, de hála Istennek szétlövésben egy egyes góllal sikerült a végén nyernünk, úgyhogy jól kezdtük ezt a meccset, tornát. Salvo Tarján és az Inamit csapatvezetőjét kérnénk ide a zsűriasztalhoz. Salvo Tarján és Inamit, köszönjük! Kicsit más ez a verseny, mint a többi, egy nemes sima kvalifikációról van szó, EBT tornát rendeznek itt Dabason. Kicsit nehezen indult a szezon is, nehezen jön össze a csapat most? Hát elég nehezen jön össze a csapat, mert nálunk körülbelül mindenki dolgozik, vagy egyetemre jár, nincsenek is úgymond profi játékosaink, így nehéz összeegyeztetni az időpontokat, sérülések is közbeszóltak, de így a nyár közepére azért összeállt a csapat, a múlt héten is sikerült egy negyedik helyet elérnünk. Tovább jutnunk egy úgymond halálcsoportból, mert elég jó ellenfeleink voltak, és jól szerepeltünk. Az EBT torna a European Beach Handball Tournament sorozat része, ahol a 8 legtöbb pontot szerző jut a döntőbe. Dabason 11 férfi és 11 női csapat indult végül. A fiúknál a Dabas Beach Boys nyert, a nőknél a Győri Strand kézilabda ese. A pontversenyt a Beach Boys vezeti két tornával a magyar döntő előtt. Itt volt a kateri és a horvát válogatott és a magyar válogatott ellen. Milyen volt egy kicsit a nehezebb ellenfelek ellen pályára lépni? Teljesen más liga volt. Tehát, hogy így úgy mondjam, hogy teljesen más strandkézit játszottak, mint mi, amit itt hétvégente szoktunk. És nagyon fárasztó volt és kimerítő, mert ők edzenek nagyon sokat, mi meg azért sokkal kevesebbet, így azért nehéz volt ellenük helyt állni, de mindig tizen belül maradtunk, szóval... Jól sikerült, azt mondom, az ellenük való játék. A kvalifikációt a pontszámokban vezetitek most még a döntő előtt. Két verseny van a Dabasin kívül, mire számítotok még? Hiszen nem sikerült még tornát nyernetek a szezonban. Hát ez így egy nehéz kérdés, mert egyszerűen mindig egy nagyon picin múlik, de remélhetőleg bejutunk a döntőbe, és ott a nagyon picin fog múlni, hogy nyerünk. Erre számítunk. Gyerünk, csajok, menjen a húzás!